biztosat. Híradónk vendégei Balogh Vilmos, a BASE Birkusz szakosztály igazgatója, valamint Hatos Gábor, olimpiai bronzérmes birkózó, és a Honvéd edzője. Akkor te most mi is vagy? Edző, birkózó, versenyző? Ezt már csak azért is kérdezem tőled így rögtön bele pacekba, mert ugye hogy most volt egy országos bajnokság, ahol megnyerted a bajnokságot szabadfogásban, saját fogásnemedben. Akkor ez most hogy is van? Ez egy összetett Balogh Vilmos vezetésével 2017 óta a szabadfogás vezetőedző vagyok a Honvédban. 2018-ban felnőtt magyar bajnokságot nyertem, és abban az évben a felnőtt világbajnokságon is elindultam itt Budapesten. És mi már az elején úgy beszéltük meg, amennyire bírom egészségem, és fizikálisan bírom ezt az egészet, akkor ezt a kettőt próbáljuk így együtt csinálni. Mellette a lányokat edzem évek óta, és mellette pedig már veterán világbajnokságokat, katonai világbajnokságon bronzérmes voltam, és most már a második magyar bajnoki címemet értem el. Szóval így összetetten ez egy közös munka, olyan módon, hogy ezt így tudtam vállalni, ezt a két dolgot, ebben a klub és Willy Bá is mellettem áll, hogy ezt a két dolgot összeegyeztetve meg tudtam oldani, és meg tudtuk csinálni. Meddig lehet még ezt csinálni? Hogy érzed? Jövőre is elindulsz a felnőtt magyar bajnokságon? Azért emelem ki a felnőtt szót, mert ugye nem a veterán bajnokságról beszélünk, hanem a felnőttről, ahonnan ugye kikerülnek azok a birkózók, akik indulnak az ERPA bajnokságon, világbajnokságon, de talán az olimpián. És te ugye ebben a megmérettetésben lettél megint az első. Én mindenképpen úgy állok neki, mind a vezetőség, szerintem Willy Bá is mellszélességgel mellettem áll. Én szerintem ki szeretném emelni, hiszen a Budapest Honvéd fő építkezése pont ez az, hogy fölkaroljuk azokat a sportolókat, akik már esetlegesen már ott vannak, hogy abba hagyják a birkózást. Itt a Lőrinc testvéreket is meg lehet említeni, és egyéb más birkózókat. Én ugyanúgy abban a cipőben voltam, Willy Bá felkarolt, és volt még bennem annyi potencia, vagy van is még mindig, hogy ki tudok állni ezekre a mérkőzésekre, és abszolválni tudom. Ugye 41 éves, hogy ezt nem titok. Igen. Hány évesen hagytad abba? Az aktív, tehát úgy mondod, hogy a válogatottságtól hány évesen köszöntél el? 35-36 évesen, vagy a 2018-as VB-n, VB után. Most így, mostani fejjel. Nem hagytad abba túl korán a versenyzést? Szerintem pont elértem azokat az eredményeket. A megújulás hiányzott már, ami szerintem pont nagyon jó volt, ez a váltásról beszélek, a Budapest Honvéd. Már szerintem erőben és energiában, meg mindenben, mert szerintem ahhoz már késő volt, ezt már beszéltük Willy Bával is. Ha azt mondtam, hogy ott van a ha egy 3-4 évet vissza lehet pörgetni, akkor szerintem egy EB-VB érmek még belefértek volna. Szóval úgy kimaxoltam a pályafutásom alatt, eltöltött idő alatt az érmeket. Willy Bával 2009 óta ismerjük egymást. Szerintem ez a klubváltás azért volt nagyon jó számomra, mert még bennem rejlő dolgokat egy kicsit elő tudtuk húzni. Miért igazoltátok le ezt a fiatalembert? Azért, mert a szabadfogásban egy etalon most megmutatta, hiszen ennyi idősen és meg tudta várni a döntőbe azt a Szabó Patrikot, és mondjuk el, hogy azért mindenki tudja, és tisztában legyen benne, hogy 12-en indultak a 86 kilóba, és a Gabinak azért három mérkőzést nyerni kellett, hogy döntőbe jusson. És a fiatal abszolváltál. Igen. Na most a 2009-et azért említette Gabi, mert 3-4 évet együtt dolgoztunk mi a Bundesligában, és ott amíg én menedzsertem és én ültem a székében, nem kapott ki
Bundesligában. Hozzá kell tenni azért, hogy a szombathelyi szabadfogású egyesületnek, ugye Veréb István és aztán Gulyás István olyan munkát végeztek, hogy ott a Bundesligában is megálltuk a helyünket, de úgy, hogy ahogy kellett, de mindenki ellen, és London előtt még ott birkoztunk kint, és mi akkor megbeszéltük, hogy ha úgy alakul az én sorsom, vagy az a dolgaim, akkor mi még majd összefutunk egy nagyobb idősíkon, és mivel a Honvéd jött, az első gondolatom az volt, hogy szabadfogásba a Gabit oda viszem edzőnek, szabadfogású edzőnek, és nagyon jó, komoly szabadfogású csapatunk volt, férfiak, és a hölgyekhez. És dolgoztunk, ugye 8-10 éve, amióta a Honvédot csináljuk, azóta sok minden lezajlott, és vezettük is a csapatba is, meg a magyar bajnokságok csapatbajnokságain magasan nyertük a férfiaknál is. De ez idő után, ugye most, hogy visszatérünk erre a magyar bajnokságra, most már mi a CB-re készülünk, ezt ki is nyilatkoztam már a verseny előtt is, és olyan birkózók vannak a szabadfogású csapatunkban, akik már honvédosok voltak, régóta itt vannak a Honvédban, és Juhász Balázs is Honvédban volt, és pár évet birkózott csak máshol utána, vagy a Smik Attila, aki ugyancsak régóta itt birkózik, és ide jött aztán. Antal Dani, aki nem jött el, mert dolgozott ezen a magyar bajnokságon, a csapatot ott is nyertük volna. Tehát kötött fogásban 30 ponttal nyertünk a második SMTK ellen, tehát 30 pont különbséggel. A hölgyek mi nyertünk, az a Gabi munkáját dicséri, a csapatban megint nyertünk, és hogyha jön az Antal Dani, akkor szabadfogásban is megnyerjük úgy ezt a magyar bajnokságot, hogy a három lévai és a friss világbajnok U20-as Darabos Laci nem indult a versenyen, különböző okok miatt, és azt hiszem, hogy ez megmutatja a Honvéd erejét, és a Gabi említette ezt az életpályamodellt, hogy nem csak a fiatalokat és a kezdőket emeljük föl és menedzseljük, hanem akik befejezték, azoknak se engedjük el a kezüket, befejezték a pályafutásukat, hiszen egy CB-t még folyamatosan sokáig tudnak birkózni, és megmondom őszintén, hogy a Honvédnak a fő profilja a kötött fogás. Tehát ehhez értünk, ehhez rendezkedtünk be, és a három szakákból ezt választottuk, hiszen de a másik szakágat is vinni kell, hiszen a csapatbajnokságok kötött szabadba zajlanak, ezért egy szabadfogású szakemberre nagy szükség van, de hát az egyetlen ilyen... De akkor szerencsések vagytok vele, mert edzőnek is ül, meg versenyzőnek is number van, tehát... Hát nem kis ideje. Hozza ezt a színvonalat, és nem akármilyen színvonalat hoz, hiszen a katonai VB-knek a történetében azt hiszem még a nagy honvédos Varga János sem tudta ezt megnyerni, és ő is érmes volt, de a Gabi szerezte az első katonai VB-n újra az érmet 92 kilóba. És 92 kilóba, azt hiszem 18-ba indult az itthoni VB-n. És hogyha megnézzük, tehát ami még benne volt a válogatottsága az olimpia után, azt ő kihozta magából, tehát kvázi egy olyan levezetést, amit nem, még mindig tart ez a levezetés, hiszen nem is szabadott abbahagyni, mert az a hír járta, hogy ő annyit dolgozott, meg edzett a válogatottban, nem akarok senkit megsérteni, de mind a legtöbben együttvéve. Tehát azért a Gabiban megvan ez a munka, meg megvan az a, nagyon sokan beszélnek a utolsó világbajnokról, Kovács Pistáról, de legalább ennyit kéne beszélni a hatos Gabiról, hiszen olyan világszintre emelte ezt a magyar szabadfogást, az érmeivel meg is tudja ezt mutatni, és az eredményeivel, hogy azt hiszem, hogy nagyon példaértékű és követendő. Már csak azért is, mert ezt a fiatal mezőnyt
És Patrikot ugye említettem, hogy kvalifikációs, olimpiai kvalifikációs versenyeken indult, ABVB-n indult, és mégis meg tudta verni, úgyhogy még az utolsó fél percben a Gabi volt kondicionálisan és mindenhogy a jobb, tehát tegyünk egy gondolatért ehhez a amit mondtál, mert sokan azt kérdezték tőle, meg, hogy akkor most ennyit gyengült a szabadfogás, hogy a Gabi ennyire jó, vagy nem, tehát most ez, hogy nem tudják, hogy most hogy közelítsék meg ezt a dolgot, hogy ő ilyen embereket megvert, 41 évesen verhetetlen, akkor ez most annyira klasszis, vagy valahol most már nem jön neki azok a hatos Gábor szintű szabadfogású birkózók. Kijöhetnek még ne írjuk le a mostani fiatalokat, hiszen a hatos Gábor azért egy heti három alkalommal még mindig birkózunk, kétszer jön a veteránokhoz Székesfehérvár Orbán Győzővel egyetemben, ott a veteránokkal birkózunk, és mindig viszünk fiatalokat is, hogy tudjunk birkózni. Ez nekünk örömbirkózás, de ő olyan szinten van a szabadfogású birkózásban, hogy az a magyar mezőnynek még nagyon messze van, de azért már az akkori iskola, meg a Gulyás Pista olyan világszintre emelte ezt a szabadfogást, hogy szinte utánozhatatlan. Tehát most azért sok időbe telik, hogy ilyen fiatalok, és nem szabad a fiatalokat leírni, hanem ő van magas szinten. Jó, nem írjuk le. Gabi, mit éreztél ezeken a fiatalokon, amikor összekapaszkodtatok? Tehát ugye rengeteg emberrel virkóztál, beleértve a külföldi edzőtáborokat is, tehát van mihez hasonlítani ezt a mostani érzést. Fogalmazzunk inkább érzést. Mit ér? Tehát mennyivel más? Milyen ez a mostani generáció? Ugyanúgy azt említettem, hogy Vilibával szerintem nagyon tudatosan felépítettük. Ugye én a birkózás az nem múlik el az emberbe, örök életébe, akár álmába, akár a szőnyegen ott csináljuk a birkózást, szóval az arra nincsen probléma, úgy mondom, hogy ott megvan a Honvédban is napi két, vagy heti két-három alkalommal a birkózás szintje. A kondíció, amit ugye kérdezel, az, hogy hol az a különbség, vagy hol az a különbség, hogy... Mit éreztél? Nem tudom a különbséget, de mit éreztél? Hogy már nem vagyok, most edzőtáborokba kéne lenni az embernek, vagy itt mondtam, hogy meg kéne újulni, meg kéne frissülni ahhoz, hogy mondjuk EB-n vagy VB-n el tudjak indulni. Ahhoz már nincs kapacitás, nincs rá lehetőség, mert már 41 éves vagyok, viszont még mindig van az emberben annyi, hogy jó, és a FIDA a versenytársaid, akkor mit éreztél? Milyen volt a szorításuk, a fogásuk? Erősek voltak, pont beszéltük Vilibával, minden nap ugye beszélünk, tegnap előtt is, hogy volt olyan ellenfelem, aki az utolsó pillanatig meg kellett küzdenem a vasasos ellenfelemmel, azért nagyon jó erőben volt, szóval ott azért föl volt készítve az ember ellenem, elég jó taktikusan, és azért az utolsó pillanatig figyelnem kellett. Föl lehet rád készülni? Ki lehet ismerni most már téged? Nem. Ez nagy képviselőben. Én magam mindig szerényen voltam nála többször is, hogy most az, hogy föl lehet készülni, én magam azt mondanám, nem lehet fölkészülni, hát mutatja ez a 12 bajnoki cím is, biztos, hogy föl lehet rám készülni. Én amit ki tudok itt is emelni, most el is lehet mondani, a döntőre ki sem akartam állni. Volt egy célunk, érmet megszerezni, és ott megint volt egy jobban lévő ember, aki azt mondta, hogy nem viccelj, ha itt vagy, akkor indulj el. És átlendített azon a holdponton, ami azt mondta, hogy már elég volt. Mert szét voltam fejelve, majdnem szétnyílt a fejem, azért ott voltak már, azért fájt már kicsit a vállam is. De kaptam egy olyan lendületet megint, amit azt mondom, hogy át tudtam menni az emberen, a Püspöki Patrikon mondjuk. És egy tudatos, felkészült taktikus birkózással. Így négy szem közt, mivel zsarolt meg téged? Mivel tudott rávenni? Pisztolyt oda tette a fejedhez? Minden szép és jóval. Nem, a birkózás szeretete, ami ez a legjobb dolog. Semmi. És sem. 12-es bajnok. Igen, és utána, amikor lejöttem, megköszöntem neki, az volt az első. Mert majdnem ott voltam, hogy nincs meg is, viszont megvan az a 12. cím, az embernek az élete egy kicsit felhők fölött van, ha ezt lehet mondani.
Hát a minden média Gabiról szólt, jogosan, hiszen egy ilyen birkózó visszatért egy felnőtt magyaron, ami szinte utolsó pillanatban dőlt el, hogy elindulunk. És ugye azért mi nagyon, minden nap találkozunk, minden nap beszélünk, és az utolsó pillanatban döntöttük el, hogy itt és a Porecsi veterán világbajnokságon fog indulni. Mindennek megvan az oka, hogy miért, de és igazából jött ez a mezőny, tehát meg az is, hogy melyik súlycsoportba induljunk, és mindent átgondoltunk, minden olyan dolgot számításba vettünk, amit lehetett, nevezések alapján minden, és a vége ez jött ki, és ha a magyar bajnokságot nézzük, megnézzük, kérdezték, milyen a színvonal, meg mit tudom én, tehát a Gabi hozott egy olyan színvonalat, amiből szabadfogásba ő kapta meg a Budapest legjobb birkózó címet. Már nem most megyei budapesti, de ugye a gyökerek ott vannak. A lényeg az, hogy a másikat pedig a Szőke Alex kapta a kötött fogásba. És azt hiszem, hogy ezt a színvonalat, amit mondjuk egy Szőke Alex is, ezen a bajnokságon technikába, kondicionálisan és a birkózó tudásba a Gabi hozta magasan ezt a színvonalat, természetesen majd a fiataloknak példát mutatva, és természetesen lehet utánozni. Annak azért örültem, hogy szabadfogásban nem nyertünk meg a csapatot, hiszen Vasas nyerte, de ott vannak olyan fiatalok, ahol kérdezted, hogy hogyan lehet ezt követni, ahol valószínű, hogy olyan edzők, olyan vezetők vannak, olyan műhelymunka van, ahol ezt a szabadfogást majd föl lehet hozni arra a szinte. Persze ehhez idő kell, de ott azért még folyik egy olyan mentalitás, olyan munka, hiszen nézzük, 92 kilóban tavaly a Juhász Balázs megverte Musza, a 92 kilóban, aki az idei 20-as EB-n a harmadik volt, most megverte a mi versenyzőnk. Pedig csak hozta azt a honvédos mentalitást, Juhász Balázs, amit most beleplántáltunk, meg amit a csapatért, a honvédért teszünk, hiszen 25-en indultak tőlünk, és kötött fogásba szinte a kötött fogásban minden súlycsoportban tudtunk indítani versenyzőt, hogy a kötött fogásról is beszéljük, ne csak a szabad fogásról, és volt, ahol ketten indultunk kötött fogásba, két versenyzőnk indult, és volt, ahol hárman álltak a dobogóra, 67 kilóba honvédos versenyzők, és olyanok, amelyik felnőtt EB-n is indult, aki megnyerte, Pohi Lesz Ádám, és a Józsa Attila pedig, meg a Végmáti, azok meg indultak utánpótlás világverseny, Józsának van is érme. Tehát fiataloknál is, és a Pohi Lesz is 23 éves, és a fiataloknál is van egy olyan, nálunk egy olyan, amit a Gabi is mond, hogy az öregeket sem felejtjük el, és addig birkoznak nálunk, ameddig ő nekik az egészsége, kedve és mentalitása hozza, de viszont a fiataloknak, a honvédnak a nagy ereje, hogy olyan menedzselést tud adni, hogy a fiatal 20-23 éves birkózók át tudják lépni a felnőtt szintet, és a felnőtt korba tudnak birkózni, ami egy nagyon nagy tudomány, meg egy nagyon nagy tudás, hiszen a legnagyobb küszöböt kell átlépni, hiszen 3-4-5 generáció van köztük, tehát a 27-28 évesek azok évek során a legjobbak, és azokkal kell mindjárt birkózni, és azért megnézzük Lévai Leventét, vagy Darabos Lacit, vagy most már ott vannak azon a küszöbön, akik meg tudják ezt ugrani, és a következő olimpiára tudnak egy olyan helyzetbe kerülni, hogy olimpikonok lehetnek, hogyha nem is akarom nagyon dicsérni őket. Tehát azt hiszem egy hét vagy két hét volt az U20-as VB után, ahol a honvédnak a 6 versenyzőből 4 a honvéd adta, és az U20-as VB-n, és ott a Lévai Levente a harmadik lett, a Darabos Laci megnyerte a kötött fogások közt, hiszen
és azt hiszem, hogy ez adja a Honvéd erejét. Takács István 87 kilóban magasan nyert, és Fritsch Robert 82 kilóban magasan nyert a honvédosok közül, és a fiatalok is kitettek magukért, hiszen 60, több mint 60 pontot szereztünk, és a második csak 29-et. Zárásként szabadfogás, nem haragszol. Majd menjen. Meddig fogsz birkózni? Amíg valaki itthon ellenver téged, vagy, vagy csak egyszer úgy fogsz egyszer fölkelni, hogy elég volt a versenyzésből, most már csak edzősködsz. Hát ez folyamat, ez a folyamat elindult. Nem mondom, ez 2018 óta megy. Voltak olyan évek, amikor nem indultunk. Ez egy közös munka, ez megy. Uh-huh. Majd és úgy, erre nem mondok nemet, se igen, se megerősíteni, se megtáfolni, nem tudom. Csináljuk a munkát. Aztán majd lesz, hogy lesz. Igen. Amit mondott a Billy Bán, nagyon jó. Eddig az ember érzi, van sikerélmény. Én azt mondom, hogy ez úgy feldobott engem, ez annyira elővisz arra is, hogy itt jön a veterán világbajnokság október 8-tól 13-ig. Ezt meg kell nyerni. Szóval, hát igen, meg kell nyerni. Mindennek úgy állunk, kicsit még ásunk, aztán egy kis... Meg kell még említeni, volt még egy nagy név itt, a Smik Attila 92 kilóban visszatért, több mint 10 kilót fogyott, és nagyon jó birkózott, és az is egy nagyon jó birkóziskola, a Csepeli birkóziskola, és Jóász Balázs után második lehetett, tehát a honvédosok kitettek szabadfogásba is magukat. Én büszke vagyok, én nagyon büszke vagyok arra, hogy igen, azok az alappillér szabadfogású fiúk is megmaradtak. Nagyon jó érzés volt mind a női csapatbajnokságot megnyerni, Bognár Erikát kiemelném, aki megnyert 59 kilóban, majd Galambos Ramona második lett, Fát Laura érmes lett, Sebő Kinga érmes lett, Béres Adi, egy nagyon értékes pontszerző eredményt érte. Ezeknek az edzés munkáját te irányítottad? Igen, ott vagyunk központban is, ami az akadémián van, és van a Honvédban is. Ott is legutóbb a magyar bajnokság előtt pont a Honvédban edzettünk egyet a lányokkal. Lesz majd olyan fiú, aki majd neked köszönheti, mint mesterének, hogy ő olimpián érmes lesz? Szabadfogásban? De ad válaszoljak. Már tudod már, ki lesz az. Persze, jó, oké. Okay. Lesz ilyen, csak még össze kell gyúrnunk. Itt azért a szabad, azért említettem meg a vasast, hiszen ha én azt hiszem, hogy Magyarországon olyan, tehát szabadfogásban most már kevés klub, aki úgy tud műhelymunkát csinálni, termelni, menedzselni, edzőket foglalkoztatni, hogy olyan szabadfogású tehetséges birkózója jöjjenek ki ezekből a klubokból, hogy aztán majd olimpikonok lehetnek. Én azt gondolom, hogy nem erre a Los Angeles-i mostani olimpiára, a következőben előfordulhat az, hogy szabadfogásba. Bocs, igazából arra lettem volna kíváncsi, no, hogy álmai között szerepele egy másik hatos. Igen, aki hozzád hasonlóan. Mert ugye edzői pályafutás de ott van előtted, lehet, hosszan, így van, pontosan, és épp ezért kérdezem, hogy van-e bízok, ilyen? Én hiszek abban, most ez mindenképpen azt mondom, hogy hiszek abban, hogy vannak tehetséges fiatalok, és mindig azon vagyunk Willy Bánval is, hogy ezekből fölkaroljunk egy ilyen tehetséges fiatalt, és hogy a Willy Bán is mondja, nem is a következő nem is a mostani olimpia négy év múlva, hanem egy hosszabb folyamat ez, hogy egy ilyen karakterű, egy ilyen céltudatos birkózót. Azt tudom, hogy a Gulyás Pistánál milyen kemény munkát végeztetek. Ezek a mai legények is képesek erre? És nem arra, hogy most egy hétig megcsinálják, arra képesek, hanem úgy, hogy meg is maradjanak, ott maradjanak, hogy évről évre, évtizedről évtizedre megcsinálják ezt a kemény fizikai munkát. Kisferenc, hadd válaszoljak a Kisferencnek a
kötött fogású válogatott edző is volt, és nagyszerű birkózónk volt, és az utolsó nyilatkozatára, amikor azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy minek köszönheti ezt az edzőpárt, meg azt mondja, hát annak, hogy Tóth Pista meg Kocsis Ferenc rányította az ajtót. Tehát a Gabinak is, ha bejön, most is nézegetjük, tehát tényleg van egy olyan tendencia nálunk, már régóta beszélgetünk arra, hogy nem egy, hanem kettő-három ilyen fiú lenne, aki azt mondja, hogy minden áron ő szabadfogásban olimpiai bajnok akar lenni, olimpikon akar lenni, akkor azokat főkarolnánk. Én azt mondom, hogy ha egy olyan stáb áll a Gabi mögött, ami áll a Honvédba, akkor ezt mi meg tudnánk csinálni. De én azt gondolom, most 17, 18, 19 évesek, 20 évesek között kéne keresgélnünk, hogy majd 20, tehát a következő olimpiára, most erre az olimpiára nem mi fogjuk ezt főkészíteni. Kérdés volt, hogy ugye a mai fiatalok csak azonban időnk lejárt. De még el sem adtuk föl ezt az olimpiát. Csak arra egy példát mondott, akkor egy rövidet, hogy mond, pont most lejárt, bírják még ezek a fiatalok? Bírnák? Nem mennének el? Inkább azt mondják, hogy hazamegyek, és abba hagyom a birkózást? Nem. Én most pont pár hete megkeresték Vilibát, most ugye visszatérünk a nő. Egy nagyon-nagyon tehetséges és ügyes birkózó tornászlány, és birkózni akar. És motivált, és nagyon jó csodája, és most már 3-4 edzésen ott volt. Pont erre, hogy milyen, hogy remélem, lesz. Azt, hogy te jutottam, hogy olimpiai éjjelre még az évtizedig kellett bírni. Persze, csak azt mondom, hogy nagyon, hogy tetszett a hozzáállás, nagyon tetszik a hozzáállása, és bízok benne az, hogy nem is képesség. Igen, 4 vagy 8 évre múlva, remélem, hogy róla fogunk tudni beszélni. Bravo. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. További sportosat.